Évek óta köztudott már Tolnán, hogy a holtág veszélyben van. Az is világos volt, hogy a medetben termelődő iszaprétek kortása meghaladja az önkormányzat erejét. A folyamat nem állt le, és mára olyan méreteket öltött, hogy természeti katasztrófa veszélye áll fenn. A holtág természetvédelmi terület a Duna-Dráva Nemzeti Park része. A város vezetése tárgyalásokat kezdeményezett a helyzet kezelésére a vízügyi és környezetvédelmi szakemberekkel. Kevés a víz a holtágba, és nagyon, nagyon magas a feliszapolódás, és rengeteg hínár van a vízben. De mindezeket már régóta éreztük, de most aztán már annyira sürgetőnek tűnik ez a probléma, hogy mindenképpen valami megoldást szeretnénk találni erre. Ugye Tolnaváros önkormányzata kb. 5 évvel ezelőtt elfogadott egy intézkedési tervet, amiben elsősorban a természetközeliséget szeretnénk megtartani. Mert hogy a tolnai embereknek mindig is a szívügye volt a Duna, meg a Dunapart, de azon már túlmutat ez a probléma, hogy szeretjük vagy nem szeretjük. Tehát ezt már mindenképpen valami óriási anyagi és egyébként meg szakmai segítséggel lehet csak megoldani. Tehát most úgy döntöttem, hogy felvesszük a kapcsolatot a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal és a vízügyi igazgatóság Tolna megyei szakaszmérnökségével. Ez a beszélgetés megtörtént, ahol én kértem őket arra, hogy először is nézzük meg, hogy mi a tényleges probléma, mert mi érezzük azt, hogy kevés a víz a holtágban, és a horgászok, kajakosok visszajelzéséből látjuk azt is, hogy nagyon magas a feliszapulódás, de konkrétan nem tudjuk, hogy milyen sok az iszap és milyen kevés a víz a holtágban. Ugye csalóka az, hogy a vízszint az ugye nem feltétlenül alacsonyabb, mint néhány tíz évvel ezelőtt volt, csak a vízoszlop magassága, tehát a mederben lévő víz, ami sokkal kevesebb, mert hogy jön fel az iszap alulról. A holtág többes célt szolgál. Egyrészt feladata a város bel- és árvízvédelme, de innen történik több mezőgazdasági terület öntözése is. Emellett sport és rekreációs célokat is szolgál. Hogyha nagyon sok volna a belvíz, vagy jönne egy nagyobb árhullám a Dunán, akkor ezt a feladatát sem tudná átlépni, mert hogy annyira magas már a talajszint a mederben, hogy ennél több vizet nem igen tud befogadni, tehát ezt sem tudja ellátni. A másik nagyon fontos feladata ennek a víznek, ami a mederben van, az a környező mezőgazdasági területek öntözése. Bár lényegesen gyakorlatilag kb. Harmadát veszik ki ezek a mezőgazdasági vállalkozók, akár egyénileg, akár szövetkezetben, de mégis már nem tudjuk biztosítani azt a mennyiségű vizet, ami mezőgazdasági célú öntözéshez kell. Tehát minél sürgetőbbé válik ez a feladat, és azt látom, hogy ahogy megy az idő, most már gyakorlatilag évről évre jobban sürget bennünket ez a probléma. Egy szakmai anyag összeállítására szövetkeztek most az érintettek, mely egyrészt felfedi a helyzet mibenlétét, másrészt alkalmas lesz a források megszerzéséhez szükséges munkaanyagnak. Nagyon sokba kerül, ezt mi tudjuk. Gyakorlatilag mindannyian tegnap arra a következtetésre jutottunk, hogy kell egy szakmai anyag, amivel egyáltalán el tudunk indulni bárhová. Legyen ez egy pályázat, legyen ez valami központi forrás, legyen ez egy uniós támogatás, de ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjuk becsülni azt a költséget, amiben ez a továbbiakban kerülne, ahhoz kell egy szakmai anyag. A vízügyi igazgatóság szakaszmérnöksége, Tolna megyei szakaszmérnöksége arra tett ígéretet a megbeszélés végén, hogy ők szeptemberig egy anyagot fognak összeállítani arról, hogy milyen feladatok kellenek ahhoz, hogy több vizet tudjon befogadni a meder, és folyamatosan tudjunk a vízutánpótlást biztosítani. Ugye korábban a szakaszmérnökség tulajdonában volt, aztán néhány évvel ezelőtt visszakerült a város tulajdonába a doromlási szivattyú, amiből folyamatosan az élő Dunából lehetne pótolni a vizet a mederben.
Ennek a felújításra mindenképpen szükséges volna. Ugyan kezdeti lépéseket tettünk, de már ez is több millió forint, vagy több 10 millió forint ennek a helyrehozatala is. Én most nem akarok beslésekbe bocsátkozni, de minimum több 100 000 és akár még 1-2 milliárd forint is lehet ennek a végleges megoldása. Tehát én azt gondolom, hogy a vízpótláson túl mindenképpen kell a benne lévő, mederben lévő iszappal is valamit kezdeni, és itt fizikai beavatkozásra gondolok, de még egyszer mondom, ez egy olyan felbecsülhetetlen, akár költségében, akár munkájában felbecsülhetetlen dolog, amire egyelőre mi most előkészítő munkálatokat kezdtünk. Utána pedig az lesz a feladatunk, hogy megtaláljuk azokat a forrásokat, amiből ezeket finanszírozni tudjuk, és nincs ehhez sok időnk. Tehát mint ahogy mondom, hogy mondtam az előbb, hogy évről évre látjuk már, hogy egyre nagyobb a baj. Én azt gondolom, hogy már nincs időnk, tehát már nincs néhány 10 évünk, 1-2 évünk van arra, hogy valami megoldást találjunk, és minél előbb a beavatkozás megtörténjen. A holtág a tolnaiak szívügye. Minden lépés, mely a környezet vagy a vízvédelmét szolgálja, pozitív megítélés alá esik. Az önkormányzat reményei szerint a most készülő tanulmány és az azt követő lépések végleges megoldást hoznak a tolnaiak.